kicsit úgy tűnhet, hogy azért vagyunk itt, mert hogy téged így most kapott fel a média, miközben Mi kaptunk fel. Na, a Dízgusztáv a Kabiba ellen megnézném. Hogy a Dízgusztáv lefolytaná Kabibot, mint Bárdos is annyit. De nagyon kemény volt! Jelen pillanatban az ország téged ugye a Legbátrabb Páros című műsorból ismerhet meg az ember, aki lealázta Berki Krisztiánt. Azóta is ez a szerep dominál így a mindennapjaidban? Nem, én túl vagyok ezen. Jó volt, hogy hazahoztuk a fődíjat, nagyon sokat segít, mert ugye pont a házunkat újítjuk föl, de én ezt így ott hagytam, ezt a dolgot. Én nem szeretnék az országnak az a Dízgusztia lenni, aki arról híres, hogy a Berki Krisztián megverte a Legbátrabb Párosnak a döntőjébe. Azért azt gondolom, hogy sportolóként azért én ennél sokkal többet tettem le az asztalra. Elmondtam, hogy mit gondolok én a magyar sztárságról, meg a magyar sztárokról általában, és véletlenül se próbáljanak engem velük egy kalap alá vonni. Én kétszer elindultam a táskával a hátamon, hogy hazamegyek a csába, de közölték velem, hogy hát ez egy sziget haver, úgyhogy itt aztán gyalogolhatsz kedvedre egy darabig. Szevasztok, Bástyák, T-közép on the vlog. Cső. Itt vagyunk Ferike Iglesiasszal, hogy elkészítsük nektek a legújabb vlogot, ami egy portré, hisz elindul a 2019-es portré szezon. Szevasztok, Dízgusztia vagyok. Cápa, és arra szeretnék kérni benneteket, hogy iratkozzatok fel a T-közép csatornára. Köszönöm szépen. Őt főleg a Legbátrabb Páros című műsorból ismerhetitek, vagyis hát az egész ország főleg onnan ismeri, viszont mi már egyébként korábban foglalkoztunk vele, még amikor nem volt mainstream. Úgy került szóba, hogy McGregor Jitsu edzőjére támadt ugye Khabib. Nem lettem volna annak a csávónak a helyébe, akire így ráugrik. Az az én Jiu-Jitsu edző? Ah, vagy nem tudom ki az, igen. Nem edző partner? Dízgusztáv. Tényleg? Egyébként kifejezetten örülünk annak, hogy Gusztit felkapta ez a műsor, és az egész ország megismerhette, mert amikor mi ugye elkezdtünk vele foglalkozni, akkor még tényleg egy underground arc volt, és legfőképpen ugye a YouTube-ról ilyen régi videókon lehetett őt elkapni. A nem mérges kígyók izmos testükkel a szószoros értelmében kipréselik a szuszt zsákmányukból. Dízgusztáv neve ugye a küzdősportokban kevésbé jártas embereknek inkább onnan lehet ismerős a bulvárból, hogy Guszti ugye 2010-ben feleségül vette a 2003-as év Európa szépét, Laki Zsuzsit. A stúdióban itt ül velünk szemben Laki Zsuzsi és Dízgusztáv. Aki egy szépségkirálynővel jön össze, annak azért vállalnia kell a következményeit, hát, hogy felkapja a média. Így van, de azért Guszti ezt 8 éven keresztül valahogy kibekkelte. Nagyon komor vagy ma reggel. Korán kellett kell. Ha rágooglizol a nevére, akkor rengeteg olyan cikket olvasol, amiből konkrétan kiderül az, hogy Guszti ezt valamilyen szinten cinknek tartotta. Én ezt Zsuzsit húztam ki ebből minden módon, amikor én összejöttem vele, és akkor őt keresgették még. Én az első pillanattól kezdve próbáltam, ezt úgy voltam vele, hogy ez az, amiben nem kell szerepelni, amiben maradjunk abban, hogy inkább úgy éreztem, hogy ciki. Néhány évvel később megváltozott erről az egészről a véleménye, és végül elvállalta a TV2 felkérését, ugyanis a Legbátrabb Páros című műsorban hiteles tudott maradni, ami neki nagyon fontos. Így azt is elmondta nekünk, hogy olyan műsort, amiben bohócot csinálnának belőle, olyat biztos, hogy nem fog vállalni a jövőben sem. Tehát ilyenek meg se fordulnak a fejedben, hogy mondjuk találkozhatunk veled majd egy nagy duettben, vagy valami. Velem nem. Nézd, ilyenekre én alkalmatlan vagyok. Ahol én valóban ilyen Dízgusztáv lehetek, cápa lehetek, az, aki vagyok, akkor az igen. Amúgy meg engem ne öltöztessenek föl semminek. A nagy duett helyett Gusztinak egyébként sokkal testhez állóbb műsor lett volna az Exatlon, amire egyébként fel is kérték, de végül nem utazott ki Dominikára Ungváriékkal. Mert nem volt utas biztosítása. Madame, csak a Netriz. Nem, egyébként az igazi ok az volt, hogy nem akarta ennyire hosszú időre magára hagyni a családot. A véleménye viszont neki is megvan az Exatlonról. Ott van kint ugye az Ungvári, és ezért én edzettem vele, már egy nagyon kemény gyereknek tartom. Megmondom őszintén, hogy általában emberileg sokkal jobb véleményem alakult ki a bajnokokról. Igen, őket megtanították kezelni, viszonyulni jól ehhez a történethez, mind a győzelemhez, mind a vereséghez, mind egymáshoz egyáltalán. Tudtak csapatként működni, ami a kihívókra abszolút nem jellemző. A
A cápa egyébként irtózik attól, hogy egy kalap alá vonják ezekkel a null produkciós celebekkel, és tényleg azt látom rajta, hogy egy ilyen szent missziója, hogy egy ilyen újabb irányvonalat hozzon ebbe az influencer világba. A kutyát nem érdekelném, de elvettem a Laki Zsuzsit, ugye. Én is csak azért vagyok érdekes, mert sztorim van, mert tízé ketrec harc, mert leszokott kábítószeres, meg mit tudom én büntetett területe. Elmondták 3-5 éven van erre a történetre, hogy ezt meghúzom. Szeretnék mindenféleképpen ezt el kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen teljesen új ilyen értéket bevinni ebbe a dologba. Azt gondolom, hogy be lehet mint sportolóként, mint férfiként, mint emberként, mint családapaként. És hogyha ezt így lehet, és ők erre kíváncsiak, erre nyitottak, akkor arra vagyok én is. Részünkről mindenféleképp van igény azokra az értékekre, amiket ez a Pali közvetít, úgyhogy Gyurival el is mentünk egy cápalesre, és megnéztünk egy Dietz Gusztáv féle jitsu edzést. Dietz Gusztáv most tanítja Nurmagomedovot dolgozni az embereket. Mutatom. All I need is a light and some haze. So I can chill, lay back and relax and smoke nice. All I need is a light and some haze. It's how I feel, it's a fact, I pass it to the right. All I need is a light and some haze. Egy, kettő, igaz? Betérdeltem a két láb vonalára, nem elétérdeltem. Három, a fejemet. Igaz? Azonnal hurkolni fogja, keresni fogja a fogát. Innen megyek tovább, ahol az, hogy jönnék, hogy fölállnék, bőtönbe. A csípbe dövzik, terránk, keresem a készenített oldalt. Ez a készenített oldal. Innen tudom beültetni pontos magam elé. I'm smoking while I'm walking down the crossroads, and I'm known to stay around the grass like a lawn gnome. They keep on knocking at my door, but I'm not home, so I'm rolling up and with the hands I'm Luongo. Amikor legkevésbé számít rá, letérde-e mögére, itt már fontos, hogy véletlenül se döltem hátra, elveszik az egész lendület. Tehát betérde, fej emel, sarok mögé lép, és ami a földre vitelt generálja, az a csípő. És ugye kivettem a lábat, és innen jöttem föl a kérdás. Dietz Gusztáv, vagy ahogy a legbátrabb párosban nevezték, Dietz Gusztáv. Majd mindjárt megkérdezzük, hogy melyik a helyes, így van. Te most Dietz Gusztáv vagy Dietz? Dietz. Akkor egy hónapon keresztül hülyén mondták a Tilla-Tilláig. Nem szólok én már senki. Mert már annyiszor javítottam, hogy nem Dietz, hanem Dietz, hogy egyszerűen mindenki azt mondja, amit akar. Tök érdekes volt egyébként az edzés, ebben a brazil jiu-jitsu témában, hallod, annyira nem vagyok ott, hogy kimondani is alig tudom. És az egyetlen egy dolog, amit tudunk hozzá kapcsolni, hogyha minden igaz, ezt utána olvastunk, ez a főni kedvenc sportjából, a judóból alakult ki. Vladimir Putin! Vladimir Putin! Így van, és még annyit olvastam utána, hogy elvileg egy 20. század elején Brazíliába emigrált japán judómesternek köszönhetjük a kialakulását. Te olyan okos vagy! Régen a Kodokán judó, ugye a tradicionális judó, az ismerte az összes létező folytást, feszítést, mindent az ég egyet a világon. De hát ugye ezt tudjuk, a cságáncsot felvették az olimpiára, mint minden olimpiai sportra elkezdett jellemző lenni egyfajta túlszabályozottság, ezeket a sérülésveszélyes dolgokat sorra vették ki. Azért léptetik le az ungvárit, mert hogy a judóban nem lehet lábot fogni, ugye? És hogy a könyöke hozzáért a bokájához az embernek, mert hogy baleset veszélyes. Nem akarom bántani őket, szép lassan kiherélték a saját sportágukat. 20-ban, amikor ez az emborka ugye odautazott Brazíliába, ő hála Istennek ő még a Kodokán judo vonalat vitte, és azt feszegették úgymond tovább. Úgyhogy a brazil jitsu az abszolút egy submission technika, abszolút befejezésre, feladásra kényszerít. Lord, I'm right back. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm right back. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Brazil jitsut az utcán hogy lehet? Utcán nem, utcán is persze, hogy lehet, ugye, hogy ne lehetne, természetszerűleg lehet. Ezzel együtt utcán nem, hát utcán én is sokkal könnyebben adok egy pofon. Tehát ezek az alapok, amiket elmondott Guszti a jitsuról, de sokkal fontosabb, hogy ez az a harcművészet, ami konkrétan megmentette Dietz Gusztáv életét. Róla tudjuk, hogy ha valaki önmagát pusztította,
és ebbe piacvezető volt, az te vagy. Mindenképpen. De mint a Trainspotting. Úgy döntöttem, hogy nem választom az életet. Mást választottam. Rengeteg film foglalkozott már azzal, hogy tud lecsúszni egy fiatal, és hát Gusti sajnos rászokott a heroinra, ami egyébként majdnem az életébe is került. Túladagolás, minden összeesik a légzés, gyakorlatilag leáll a légzés, de úgy látszik, hogy nem tudom, szerette Gusti, nem vagy ott megdögleni. Különböző balhékban is részt vett Gusti, amelyek miatt neki börtönbe is kellett volna vonulnia. Olyan állapotban volt a csávó, hogy a börtönkórházak nem tudtak volna vele mit kezdeni. Így van, ezért egy ilyen irgalmas rendi zárdába, vagy nem tudom hova küldték el. Ugye én lekerültem Ráckeresztúra, Ráckeresztúr egy református intézmény volt. És hát Gusztit egyébként onnan is kirúgták. A véglegesítésem után egy napot beívtak és közölték velem, hogy nem vagyok méltó az ige befogadására, és hogy el kell hagynom az intézményt. És itt jött képbe az őrangyala, vagy így hát van. Mondhatjuk most már utólag annak, egy pártfogó. Így van, egy ilyen nevelő tiszt, vagy pártfogó, tök mindegy, minek hívjuk, aki gatyába tudta rázni. Kicsit ilyen apám helyett apám volt, mindent következetesen megkövetelt tőlem, el kellett mennem dolgozni. Nála időnként meg kellett jelennem, hátratett kézzel, ott nem a WC-be kint, hogy nehogy bármi, ott előtte a csapba, mert elővesz, hátra tesz kéznep, és álltam a drogtesztet. Később pedig hazatért Gusti egyik barátja Amerikából, egy nagyon régi barátja, és ő mutatta meg Gustinak a legújabb király cuccot, a csicut. Alacsonyabb volt, most is alacsonyabb, még mindig nálam egy pár feje, egy másfél feje legalább, meg hát ugye könnyebb egy 20-25 kilóval, és mondta nekem, hogy hát én ne őt piszkáljam, hanem ott van neki 60 kilós komája, ezért az a két kezemből mosnit köt a hátamon. Figyelj már, mondom, de angyalföldön, mondom, itt a Dagályban régen volt középen ez a úgynevezett gangster pörkölt, mondom, hogy egész nyáron ment a birkót, nem idén barnult srácokkal, ilyen jó, szép testült a vízbe ment folyamatosan, és gondoltam, hogy hát ha valamiben mondom a birkózásban, nehéz lesz engem, és mondom, hogy na jó, mondom, menjünk le a te haverodhoz. És így találkoztam először Banik Andrejjel, dr. Banik Andrejjel, egy nagyon szimpatikus orvos srác, akkor még barna övben volt. Hát és az, amit a Viktor mondott, a két karomból a hátamon masnit kötöttek, de nem akárhogy. Azt éreztem, hogy semmi, de látszólag érzésre semmi közöm nem volt, hogy azt csinált velem a 60 kilós emberke, amit akart, hiába minden fizikai hátránya. És tudod, amikor ilyen izért, amikor hazamész, és másnap úgy fekszel le, másnap arra kelsz, hogy ezt nekem mennem kell, és ezt nekem meg kell tanulnom. Hát ezt ő is megtanult, ez technika, mutassa meg, hogy kell ezt csinálni. Onnantól kezdve gyakorlatilag ez nálam drog. Ne tévedjünk, a mozgás maga az is kábítószer, csak annak talán a legegészségesebb formája. És tudjuk azt ugye mind, hogy milyen egy jó edzést, amiben a lelkedet... És ez már a gyógyulási fázisodban volt. Ez volt nekem maga a gyógyulás. Hogyha nekem csak simán le kellett volna szoknom a heroinról, és nem találok helyette más ilyen cuccot, mert ez, mondom, ez az, ahol én azt imádom benne, hogy túl a sikerélményeken, hogy tényleg itt a beledet ott hagyod, itt a télen, az edzés után egy órával még folyik rólad a víz. Szóval Gusti eszméletlen gyorsasággal rákattant az új cuccra. Miután leszoktam, egy hónapot voltam ugye összesen a rehabilitációs intézetben, az egy év helyett, és onnan kijöttem, pár hét, és ott voltam a teremben. És aztán ez a befektetett munka, ez megtérült abban, hogy jöttek a nemzetközi sikerek is. Brazil Jiu-Jitsu-ba és a grapplingbe értem el, úgymond az eredményeimet. Lettem, igen, mit tudom én, Európa meg világbajnok, nem ezek számítanak, mondom, nekem az egész egy hatalmas megváltás volt, nekem nem az, hogy hányszor lettem itt magyar, meg hányszor Európa, meg hányszor világbajnok, senkit nem érdekel. Nekem. Tehát akkor kimondhatjuk, hogyha nincs küzdősport, akkor Dicz Gusti ma halott. Nincs. Akkor nincs, ami motivál. Borzasztóan kellett azok a pozitív visszajelzések, az a csoporton belül betöltött pozíció. Ráadásul egy egészséges kör, nem kábítószeres drogos bűnözők hívogatnak, hogy testvérem, bátyja, ismerjük. Mondom, én mindent az edzéstől, mindent innen kaptam, ettől kaptam vissza.
Guszti számára tehát az érmeknél sokkal fontosabb az, hogy ennek a sportágnak köszönhetően jött neki össze az életmentő életmódváltás. És ezzel a módszerrel szeretne segíteni másokon is. Cuccot váltottam, ez is mondom, ez is cucc, csak az az egészséges. Hát akkor azért akarod te összeszedni a Curtist, Auréliót, ezeket, mert hogy kicsit látod magadat bennük, hogy, és nem volt akkor ott egy olyan ember, aki a helyes útra terelte volna. Csak irányokat kell neki adni, és ahogy ezek az irányok, ezek az egészséges irányok egy embernek megvannak, azonnal van az életének értelme. Mert hogyha az az életem értelme, hogy két hetente föllépek, ott is ugye műsort kell szórni, igaz? Bele kell érni magad, akkor is, ha hasmenésed van, akkor is, ha bal lábbal keltél, akkor ha előtte elvesztél össze édesanyáddal, barátnőddel, mit tudom én akárkivel, és amúgy meg közben meg mi van? Nincsen semmi. Fölkelünk reggel, valamikor reggel, 10-kor, 11-kor, átmegyünk a haverokhoz, elszívunk egy cigit, fűzét, és délután 5-től stabilan kezdődik a buli, mert ezt is tudjuk, hogy ezek is önmagukat generálják, ezek a folyamatok. Mint ahogy el lehet kezdeni egy napot, mint ahogy láttuk az imént is, egy edzéssel, hogy belállok egy tök jó edzésbe. Ezek után elmegyek, elintézem a dolgaimat, ugye bejövök a céghez, megcsinálom a munkámat, hazamegyek a gyerekeimmel foglalkozom. Már erőd nem lenne a nap végére drogozgatni. És a vége az, hogy gyakorlatilag fogom, leteszem a fejemet most a legújabb 9 órakor. 9 órakor alszom, és 6 órakor kellek szombaton, meg vasárnap is. És engem nem lehet. Voltam annyi buliba, én már mindenre olyan nyugodtan tudok nemet mondani, 2 pálinka, 2 sör után a világ legjobb buliából föl tudok állni, és azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen, srácok, én nekem ez már elég, szeretnék hazamenni, lefeküdni. Mindezzel együtt, ami velem volt, velem történt, én ebből szeretnék végül mondom egy ilyen pozitív példával, egy követhető példával kiszállni, lesz könyv, lesz úgy néz ki film is, lesz színházi előadás, én szeretném, és igen, szeretnék Curtisszel és Aurélióval, szeretnék foglalkozni, szeretném azt, amit ezek a saját tapasztalataim, én ezt nem tanultam, én nem szeretnék tömegekkel, senkivel, ők hozzám érzelmileg kötődnek. Az Aurélióval is kialakult egy viszony, az elején borzasztóan idegesített ott a hisztia, az ordítozása. Igen, ugye a legbátrabb párosban nekem úgy jött le, hogy eleinte a Zsuzsi terrorizált téged, hogy mennyi, már csinálj már vele valamit, tudott-e meg, hogy jó van, azért nem, lassan mondja. Szívem szerint bebasztam volna neki egy hatalmasat, hogy fogd be a szádat, a champion, a kiabász. De utána meg gyakorlatilag, ahogy megismertem őt, és úgy megláttam mögött az embert, úgy meg azzal együtt, hogy én küldtem haza a műsorba, nagyon hozzám nőtt, én oda is mentem hozzá, miután ugye volt egy privát beszélgetésünk, azóta most már a sokadik edzésén volt lent, elvileg ma is kellett volna jönni, de csütörtökön fogtok vele találkozni. Jó ez. Annak, aki bírja. Meg aki ilyen korán kelős. Mennyi az idő? 10 vagy 9. Na, jó, hát ilyenkor megyek ki először húgyozni. És visz, igen, ez a kata is írja már fenn, vagy nem csak pisik. Berki rendkívül jó diplomata, nem egy nagyon okos ember, és hogy mondjam, ő pontosan tudja, hogy kivel, hogyan lehet viselkedni, ő velem is abszolút megtalálta hangot, nem tudtam volna vele összeveszni. Mondom, egy érzelmetlen valaki felém se, nem mondanám, hogy azt mi barátok lettünk, vagy ezért, de hát egy héttel ezelőtt is együtt voltunk színházban, és nincs semmi. Én ott elmondom. Igen, a lányát hoztuk. A... Nem, igazából a gyerekeket vittük el ugye a süsüre. Ja, ja, ja.